Abátszalókon került sor a Szabad Strand újonnan kialakított rendezvényterén a Tiszatavi turisztikai kerekasztal második munkaülésére. A rendezvényen köszöntőt mondott F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A program elején Balogh Gyula, a település polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd előadások megtartására került sor. Elsőként a Tiszató térségi fejlesztési tanács jövőbeni turisztikai marketing terveinek ismertetését hallgathatták meg a megjelentek, Hubai Imre a Tiszató térségi fejlesztési tanács elnökének tolmácsolásában. Olyan ökoturisztikai attrakció a Tiszató, amely mellette az aktív turizmust is képes támogatni, a szabadidős és a kulturális turizmust is. Van, aki rendezvényszervezésben érdekelt, van, aki szálláshelyszolgáltatásban, van, aki a kölcsönzésben, van, aki a vízisportokban, és van, aki abban, hogy ezeket a szolgáltatókat összefogja. És azért is köszönöm, hogy itt vannak a marketinges szakemberek, mert az elmúlt hónapok arról is szóltak, hogy egy olyan stratégiával álljunk elő, hogyha felszabadul a járvány miatti korlátozás, és lehetővé válik a vendégek idecsábítása a Tiszatóhoz. Mondhatnám úgy is, hogy ezzel már nem leszünk diszkomfortat, tehát nem fogjuk zavarni a társadalom érzékenységét, hogy miért csábítjuk mi ide akár tömegturizmusra a vendégeket, és sikerült egy olyan rendszerbe foglalni akár marketing terveinket is, amivel hatékonyabbá tudjuk tenni az eddigi kommunikációt. Ezt követően a Tiszatavi víziközlekedés szabályozásának aktuális helyzetéről szólt F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Azzal volt probléma, hogy voltak olyan emberek, akik nem figyeltek a sebességre, olyan teljesítményű motorcsónakkal voltak, ami igazából nem biztos, hogy a Tiszatóra való, és ott is mentek, ahol nem lehetett volna. Tudjuk azt, hogy a kikötőknél most már nagyjából a 95%-uk a motorcsónak tulajdonosoknak betartja a hullámkeltés szabályát. De mindig van még 5%, aki nem lassít, hanem még oda is húz. Tehát arra kell törekedni, hogy most már megvan szabályozva, hogy hol lehet ezeket az eszközöket használni. Ezeket a következő években fogjuk finomítani. Fogjuk finomítani ezt a szabályozást, és látni fogjuk, hogy bevált-e ez a rendelet, vagy nem vált be. Konfliktusok lesznek, de a konfliktusok szomszédok között is vannak. Munkahelyen is vannak. Csak ezt értelmes módon kell kezelni, és értelmes mederbe kell terelni. Én azt gondolom, hogy a Tiszató egy olyan csodálatos hely, ahol megfér nagyon sok szórakozási lehetőség, és nem fér meg nagyon sok szórakozási lehetőség. Ezt nekünk kell majd eldönteni, hogy mi az, ami megfér, mi az, ami nem, milyen irányba fejlesztünk, és milyen irányban nem hagyjuk, hogy fejlődjön a terület. Ezután Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke a kiskörei raftingpálya megvalósításáról beszélt. Ez egy rendkívül jó adottságú helyszín, pontosan azért, mert természetes úton megvan az esés ahhoz, hogy itt egy ilyen létesítmény kialakítható legyen. Itt nem kell majd mesterségesen fölhozni a vizet, ami azt jelenti, hogy lényegesen fenntarthatóbb létesítményt lehet teremteni, mint például majd az a pálya, amit Csepel északon az olimpiai létesítmények kapcsán tervezünk, hiszen ott majd föl kell emelni a vizet is, de hát azért azt hiszem, hogy majd valamikor azért szükség lesz ott Budapesten is egy pályára, de ugye ez a beruházás lényegesen előbb áll. Ugye azt, hogy pont van itt egy szintkülönbség jelzi is, hogy itt ugye egy hallépcsőt kellett építeni korábban, amely hallépcső környezetében már egy nagyon komoly területrendezés történt, már most egyébként ez egy látogatópark, és én azt hiszem, hogy már most nagyon színvonalas egységet alkot, és ebbe képzeltük mi el, és helyeztük el a vízügyi szakemberekkel közösen azt a két medret, amely majd most a következő dián látszik, amely úgy lett kialakítva, hogy két olyan meder is legyen, ahol akár egy időben az egyiken akár gyerekek utánpótlás nevelés is folyhat, a másikon pedig ugye láthatóan folyhat olyan tevékenység, amely szabadidősport, és ez egy nagy medencébe végződik. Ugye van egy induló medence, egy ilyen kisebb kék téglalapot látnak ott fönt, ugye az induló helyszíne, ugye onnan fölülről érkezik meg a víz majd a medencébe. Itt ugye jobb oldalt látják a hallépcsőt, ami már most is meglévő létesítmény, és ugye lent pedig egy nagy medencébe van az érkezés, ami egyébként szintén lehetőséget ad majd arra,
hogy más egyéb tevékenységet, vízi tevékenységeket, és ebben a ligetben más tevékenységeket is lehessen majd végezni. Természetesen ide becsatlakozik majd a kerékpárút, belső utak. Ugye egy-két látványterv készült a létesítményről még. A nyaralóhajózási program aktualitásáról Kárándi Zoltán, a Magyarországi Nyaralóhajózási Program projektvezetője szólt. Végül a Tiszatavi Természetbúvár és Túraközpont öko- és aktív turisztikai attrakció Karancsi Tamás, a Jászlóksalföld megyei területfejlesztési ügynökség MKFT ügyvezetője mutatta be. A program végén tájékoztatót tartottak az új tagok csatlakozásáról, valamint az idei évi nyári szezoni rendezvények áttekintése történt meg. A rendezvény az Abátszalóki strand fejlesztésének megtekintésével zárult.